az emberek ne használják egymást. Mint egy zsebkendőt, belefújom az orromat, és utána eldobom. A nőnek is ugyanúgy vágy a szexualitás. De elég abszurd, hogy egy 10 vagy 20 éves fiatal egy ortodox rabbival osztja meg a Sziget Fesztiválon az ilyen típusú dolgot. A homoszexualitás filozófiai értelemben semmiben sem különbözik a heteroszexualitástól. A pornóval nem az a baj, hogy túl sokat mutat, hanem az, hogy túl keveset mutat. Hogy csak a szex miatt megházasodni az olyan, mint az ingyen mogyoróért megvenni a 747-es Boeinget. Nem biztos, hogy megéri. Mi, amikor erről gondolkodunk, mondjuk reformátusként, akkor mi egészen a Bibliáig megyünk vissza, Jézus szavaihoz, illetve hát a Tórához, a törvényhez, az Ószövetséghez, a Tanakhoz, illetve az apostoli útmutatásokhoz, és onnantól kezdve mi egy szerves folyamatot látunk. Tehát igazából nagy változások nincsenek, hozzáállásbeli különbségek lehetnek, de maga a hit tartalma, vagy az ezzel kapcsolatos tanítás, az egy standard bibliai tanítás, amiben mi úgy gondoljuk, hogy ragaszkodunk a bibliai állásponthoz. Inkább olyanról beszélnék, hogy vannak bizonyos viszonyulási változások, vagy vannak hangsúlykülönbségek, de még egyszer mondom, hogy akár csak a házasságot nézzük, vagy az alternatív viszonyrendszereket, mármint emberek közötti kapcsolati rendszereket, vagy akár a válás megítélését, vagy a házasságon kívüli szexet. Alapvetően én úgy gondolom, hogy itt a biblikus tanítást valljuk. Nyilván új helyzetek születtek, tehát a Biblia nem egy ilyen kazuisztikus könyv, hogy mindenre, minden egyes helyzetre, minden egyes különleges helyzetre ad egy receptet, de megadja azt a vezérfonalat, amit használhatunk analógiaként az egyes újabban felmerülő helyzetekre is. Ha megnézem a bibliai tanítást, és őszinte vagyok magamhoz és a másikhoz, akkor azt látom, és ez volt végig egyébként, tehát 2000 éven keresztül a standard bibliai tanítás, hogy a házasság előtti szex ki van zárva, illetve a házasságon kívüli szexualitásnak bármilyen formája ki van zárva. Tehát nem Isten erre nem ad engedélyt, ugyanis ő, tehát ez nem egy önmagáért való tiltás, vagy ilyesmi, hanem ő a szexualitást, a házasság hivatalos, a közösség által is elismert, és az általa is szentesített óvó keretei közé helyezi. Tehát a szexualitás egy nagyon jó dolog, de felelősséget kell érte vállalni. Ez a biblikus út. És aki nem vállalja a felelősséget, tehát az élethosszig tartó elköteleződést, annak bizonyos értelme ez nem is jár. Ez egyrészt hasznos, másrészt tisztességes is. Nagyon sokan úgy érzik, hogy kihasználták őket. A bibliai parancs, illetve a bibliai házasságkép pont ezt akadályozza meg. Az emberek ne használják egymást. Mint egy zsebkendőt, belefújom az orromat, és utána eldobom. Hanem élvezzék egymást, de vállaljanak érte felelősséget. Mégpedig úgy, hogy hűséget fogadnak egymásnak. Nyilván nem arról van szó, hogy nem fogják meg egymás kezüket, és nem érnek egymáshoz a fiú és a lány, de az ő bölcsességükre van bízva, hiszen a társadalmi védőháló olyan értelemben, ahogy ez régen megvolt, akár a sok negatívumával együtt, mert elismerem, hogy volt ilyen is, az most már nincs meg. Ugye nagyjából az se számít már az embereknek ez a külsődleges dolog, hogy majd mit szólnak. Igazából senki nem szól semmit. De ha nekik ez fontos, akkor az ő bölcsességükre van bízva az, és ez egy jó tanács, hogy olyan helyzeteket éljenek meg, és olyan helyzetekbe kerüljenek, ahonnan még van visszaút. Tehát van visszaút, és nem kell fogamzásgátló tablettához nyúlniuk. A házasságkötés és a nemi érés között gyakorlatilag egy hatalmas szakadék tátunk időben. És ez nagyon nehéz, hiszen ugye a Bibliában az emberek nagyon korán, a bibliai időkben nagyon korán házasodtak. Hát Máriával kapcsolatban szokták mondani, hogy 14-15-16 éves volt, amikor ugye József eljegyezte. És ez viszont kísértésre ad okot. A kísértés pedig bűnre. Tehát mondjuk a nemi érés megtörténik fiatalon, és ugye előtte van még a munka, illetve hát azelőtt a tanulás. A tanulás nagyon hosszú ideig tart, 2-3 diploma, nyelvvizsga, egyebek.
és sokan ezt nem tudják összeegyeztetni, meg hát nem is abban az élethelyzetben vannak, egy ilyen kölcsönös, életre szóló elköteleződéssel. És igazából az egyházaknak arra kellene konkrét megoldást javasolni, de nem úgy, hogy a teológiánkat átírjuk, hogy ez mostantól már nem bűn, tehát ez teljesen hiteltelen lenne, hát akkor a Bibliából kiszaggathatnánk lapokat ennyi erővel, hanem úgy, hogy olyan környezetet teremtünk, és olyan ismerkedési lehetőségeket teremtünk, hogy a hívő családban felnőtt, illetve hát megtért fiatalok, azok könnyen tudjanak párt találni, és egy olyan támogatás legyen mögöttük, amivel vállalkoznak akár a házasságra is. A Bibliában explicit parancs, az önkielégítésre vonatkozóan nincs. Ha megnézünk egy református etikát, általában azt szokták írni, hogy a túlzott dramatizálása ennek a dolognak, és az ilyen felemelt új lobogtatás, meg mutogatás, az semmiképp nem jó. Tehát nem szabad így hozzáállni. Viszont ha az általános képet nézzük, akkor mégiscsak ugye egy keresztény embernek, egy hívő embernek hálaáldozatként oda kell áldoznia magát az Úrnak. Ez a hálaáldozatként odaáldozom magam az Úrnak, ez gyakorlatilag a megszentelődés. Ez annyit jelent, hogy ugye, ha ő meghalt értem szeretetből, akkor én is hálából szánjam oda neki az életemet. Ez egy hálától motivált élet. Gyakorlatilag ez a keresztény élet. De hát ugye itt megint egy modern társadalmi problémáról is szó van, hiszen ahogy előbb említettem, ugye a nemi érés és a házasságkötés között nagy a szakadék. És nyilvánvalóan, ha ugye az ember nem akar házasság előtti szexbe bonyolódni, amiről viszont majdhogy nem explicite tudjuk, hogy nem szabad, mert hogy mondjuk Isten szemébe bűn, akkor sokan úgy gondolják, hogy ez marad számukra az egyetlen megoldási lehetőség. Tehát ez is egy nagyon nehéz helyzet, de én mégis azt mondanám, hogy nem feloldhatatlan, vagy nem megoldhatatlan. A nagyon gyakori partnerváltás egy idő után valamennyire megnehezíti a teljes elköteleződést és a teljes odaszállás. Nem azt mondom, hogy mindig, de lehet egy ilyen tendencia. Szerintem ezt sokan megtapasztalják azok közül, akik mondjuk kiélik magukat, vagy belevetik magukat az élet tengerébe, eltöltenek benne pár évet, és egy idő után csömört kapnak, kiégnek. És ha eljön ez a pont, akkor utána nekik szerintem egy ilyen, most konzervatív, de hát én ezt biblikus tanításnak hívom, tanépítmény kifejezetten szimpatikus. Hiszen vissza tudnak csatolni az életükre, hogy oké, kiéltem magam, szabadon éltem, és lám, most itt vagyok, 30-40-50 évesen, mondjuk elváltam, nincsen olyan dolog, amiért élnék, romokban az életem, vagy akár csak egyszerűen ki vagyok égve. Hát akkor ez így mégsem működött. Én azt mondanám, hogy a keretek adottak, és onnantól kezdve pedig az örömszerzés módja az alapvetően azon szabály mentén fut, amit úgy lehetne megnevezni, hogy ami mindkettőnek jó. Tehát ugye beszéltünk az önkielégítésről, ami gyakorlatilag egy önközpontú dolog bizonyos értelemben, hiszen nincs ott a partner. Na most ilyen értelemben egy házasságban heteroszexuális szexualitásban is megjelenhet, most idézőjelben az önkielégítés, amikor nem a másik igényei, a másik vágyai, a másik iránti odaadás motivál engem, hanem az, hogy kielégítsem a vágyaimat, és ehhez őt használom eszközként. Na most ez így nem megengedett, vagy nem biblikus, hogy akár a szexualitásnak ezek a különböző ma a pornográfia által erősen megjelenített változatai egy házasságban mennyire férnek bele. Én ezt szabály szerint nézném, hogy ami mindkettőnek jó, az jó a házasságoknak is. Ami viszont nem jó mind a kettőnek, és kétlem, hogy a nőnek bizonyos dolgok, amelyeket ma a pornográfia megjelenít, az olyan felemelő lenne, Az nem jó, mert az csak az egyik félnek a kielégüléséről szól, és a másik pusztán eszközzé degradálódik. Tehát én egy ilyen általános keret közé helyezném ezt. Tudom, hogy nehéz, és tudom, hogy sokan elbuknak, de van kegyelem számukra, tehát ez nem azt jelenti, hogy itt van ez a szigorú előírás, vagy nem tudom, és akkor mindenki kihull a rostán, a társadalomnak a 98%-a, ez azt jelenti, hogy Isten ezt nekik adja, azért, hogy nekik jó legyen. Tehát ezt az egyháznak mindig úgy kell kommunikálnia, nem úgy, hogy a törvény öklével lecsap, hanem úgy, hogy
hogy ezt Isten azért mondja, mert jót akar nektek. És én úgy vélem, hogy nagyon sokan, akik világi környezetből jönnek, vagy abszolút szekuláris kultúra kondicionálta őket, az értékeiket, de mondjuk megtérnek. Én azt tapasztalom, hogy visszatekintenek a korábbi életükre, és annak tükrében nézik meg, hogy a Biblia mit mond a házasságról, a szexualitásról. Én azt tapasztaltam, hogy leesik nekik a tantusz, és azt mondják, hogy tényleg. A tantráknál ott mondom, hogyha egy picit mélyére megyünk, és nem csak azt nézzük, hogy hűha, akkor itt az örömködésről van szó, akkor rendkívül mély, és így az emberi jogok szempontjából is nagyon-nagyon megrendítő fogadalmakat találunk